Állami pénzen fordították le Matolcsy György könyvét, és a fordításért 1.350.000 forintot fizetett ki a Nemzetgazdasági Minisztérium egy KFT-nek, írja a Népszabadság. A tárca szerint a fordításra a nemzetközi kapcsolatok ápolása érdekében került sor, noha a könyv írásakor Matolcsy György kifejezetten a hazai olvasóközönséget célozta meg. A könyv ugyanis kifejezetten amiatt íródott, hogy megértsük Amerika működését, és világosan lássunk Amerika jövőjével kapcsolatosan. Schering Gábor a vendégem, jó estét kívánok! Köszönöm. Jó estét kívánok! Biztos, hogy minden pénzt megér, hogyha a... Tényleg nem akarok ezzel poénkodni, hogyha ez a külkapcsolatainkat annyira javítja, és a gazdaságban ez azonnal forintosítható, hogy befektető, bizalom, hát milyen pici részleteken múlnak a dolgok. Csak hát nem tudom, hogy mi erősödött. A 2004-ben megjelent Matolcsy könyv, 2013-as januári több milliós lefordítása után milyen külkapcsolatunk izmosodott? Én végeztem egy kis kutatást gyorsan az elmúlt órákban, hogy Matolcsy Györgynek milyen értékelhető angol nyelvű publikációi vannak, és van neki a 90-es évek legelejéről a magyar privatizációval kapcsolatban néhány angol nyelvű publikációja, de hát azóta nem volt neki ilyenje, úgyhogy én azt gondolom, hogy hiányát érezte annak, hogy az ő személyes tudományos pedigréje nem alakult megfelelően, mármint legalábbis annak a nemzetközi oldala, és úgy érezte, hogy hát ha már miniszter, akkor megteheti, hogy a saját könyvéből is rendel egy angol nyelvű fordítást. És ez ki? Tehát... Más értelmét ugyanis nem nagyon látom. Tehát megajándékozta magát ezzel, úgy érezte. De, hogy... Jó, hát biztos nem egy példányt fordítottak csak le, de hogy ezt így... Tehát külkapcsolatokat akarok ezzel javítani. Akkor segítsen nekem, hogy hogy kell külkapcsolatokat javítani egy Matolcsy fordított könyvvel, hogy azt adom mondjuk diplomatáknak, hogy olvassátok, vagy hogyan? Hát nyilván az volt a háttérben, hogy érezték, hogy Matolcsy György tevékenységével semmilyen értelemben nem javul a magyar gazdaság, a magyar köztársaság nemzetközi megítélése. Hosszasan sorolhatnánk a nyugdíj Einstein-tól kezdve a számos olyan gazdasági intézkedést, amit egyaránt szenvedtek meg a magyar állampolgárok, átlagkeresők, és hát a különböző nemzetközi partnerei a magyar gazdaságnak. Nem véletlenül jelent meg egyébként ma a Guardianben egy nagyon fontos vezércikk, ami gyakorlatilag ugarhoz hasonlítja Orbán Viktor kormányzása alatt Magyarországot. Ebben Matolcsy Györgynek is bőven benne van a maga hogy nem keze. Olvasták a... És azt gondolom, hogy ha már itt van egy olyan kormányzás, amelyiknek a tevékenységének a megítélése meglehetősen negatív, mind belföldön, mind külföldön, akkor megpróbálják Matolcsy György tudományos tevékenységének a úgymond felturbózásával ezt egy kicsikét javítani. Én azt láttam, hogy... De ki előtt javítják? Hát ez egy meglehetősen harmatos kísérlet, én azt gondolom. Hogy bruttó 20 millió forintért fordítottak eddig a Nemzetgazdasági Minisztériumban többnyire Matolcsy írásokat, mit javítottunk ezzel? Azt hiszem, hogy viszonylag keveset Matolcsy Györgyön életrajzát, amit én kerestem, nincsen angol nyelven feltöltött ön életrajza, legalábbis publikációs listája, az biztos, hogy sikerült ezzel gazdagítani. Én azt nem értem, hogy a magyar növekedési tervet, biztos emlékszik rá egyszer, Orbán Viktor pénteki napon azt mondta, hogy Matolcsy György most azért nem tárgyal az IMF-fel, nemrég arról beszéltünk, mert neki más dolga van, tehát hívjuk IMF-et, meg akarunk egyezni, ez a legeleje volt, de nem Matolcsy György a tárgyaló, hanem Felegi Tamás, mert Matolcsy György meg megírja a magyar növekedési tervet, és már hétfőre kész is volt. Azt most olvasom, azt is lefordították. Na, azt kinek? Én szerintem az egyébként, hogy vannak különböző kormányzati tervek, még hogyha ezekből nem is lesz semmi, hogyha ezekből elkészül egy angol verzió is, az amellett még tudok érveket felsorolkoztatni. De az, hogy a nemzetgazdasági miniszter a saját keretéből, a saját 2004-ben megjelent könyvét fordítatja le, azon volt, túl, hogy az ő angol nyelvű önéletrajzát ezt tudja gazdagítani, szerintem ezt minden állampolgár meg tudja ítélni, hogy ez azt hiszem, hogy ez is kimeríti ez a egy jó költés. Pitiáner pofátlanság kategóriája. De azt is olvasom itt a Népszabadság cikkében, hogy volt olyan mű, amit meg több fordítóirodától is megrendeltek. Volt, amelyiket hárman is fordították. Nem tudom, hogy aztán volt egy negyedik, aki összefésülte, vagy maga Matolcsy György, vagy mi, de egy művet például miért adok oda három fordítóirodának? Ugye, sajnos lehet ezzel itt, tehát elbeszélgethetnünk itt mosolyogva ezen, de az a helyzet, hogy ez
egy elég jó példája annak, hogy mennyire felelőtlenül és a saját érdekeit szem előtt tartva kormányoz ma ez a kormány Magyarországon. Tehát gátlástalanul, amikor a személyes érdekeik vagy a haverjaiknak az érdekei ezt kívánja, akkor ezeket gátlástalanul érvényesítik. A trafikoknál ezt láttuk, a takarékszövetkezeteknél, mert erről szóba került, ezt láttuk, a földpályázatoknál ezt láttuk, hogy ne soroljam fel újra, elég jól ismerik szerintem a tévénézők azokat a területeket, mert a Fidesz a saját haverjait, saját politikusait, saját oligarcháit hozza a helyzetbe. Ez most kicsiben, azért mondom, hogy Pityaner szinten ugyanezt mutatja, nem nagyon vannak gátlásaik abban a tekintetben, hogy az adófizetők pénzét mire használják. Ennek, hogy Matolcsy György 2004-es könyvét az amerikai birodalomról lefordítjuk adófizetői pénzen angol nyelvre 2012-ben, ennek sok teteje a magyar állampolgárok felől nézve nincsen. Hát én most a mai hír kapcsán aztán gyorsan a könyvespolcomon szétnéztem, én karácsonyra az én hírigazgatomtól, Németh Szilárdtól egy Matolcsy könyvet kaptam. Nekem ez volt a karácsonyi ajándékom, ez a éllovasból sereghajtó, elvesz évek krónikájom. Azt hittem, hogy ezt is lefordították, de ezt nem találtam a listába, ez sajnos 2008-as. De hát, hogyha az amerikai birodalom is olyan szerkesztési elv alapján készült, mint ez, hát nem is tudom, tehát kampány programnak egyébként tökéletes kampány. Tehát itt a nagy rész arról szól, hogy mit rontottak el a szocik. Nem, az egész arról szól. Igaz, hogy 2008-es, tehát még nem írhatta azt, hogy mit csinálunk mi 2010-től, bár írhatta volna azt. Neoliberális válaszot, elveszített iránytű, szarvashibák az több száz oldalon keresztül. Hiteltelen gazdaságpolitika, időutazás, politika legyőzte a gazdaságot, reformtérkép. Szóval vannak benne kedvenc mondatok, de ezt nem fordítottam sem. Ugye, hogyha egy magyar politikus a magyar helyzetről, vagy szakértő, nem tudom, hogy akkoriban Matolcsy György melyiknek gondolta inkább magát, a magyar helyzetről ír valamit angol nyelven, és ezt mondjuk saját erőből vagy maga lefordítja, vagy valakivel lefordítatja angolra, azt gondolom, hogy annak van értelme. Tehát, hogy az angol olvasó közönséget tájékoztassuk arról, hogy mi történik Magyarországon, ez oké. De 2012-ben egy magyar szerző tollából egy pár száz oldalas könyv az amerikai birodalomról, közben, hogyha valaki beírja a Google-be a vonatkozó kifejezéseket, akár magyar, akár angol nyelven, eléggé bő az ezzel akarja, kapcsolatban a rendelkezésre álló akarja, irodalom. Akarja, hogy felolvassak? Hát. Szeretném. Nagyon szeretném. Csak egy nagyon rövidet. Ez a Hiteltelen gazdaságpolitika című fejezet, ez a 11. szarvashiba, írja Matolcsy György, valamennyi előző szarvashiba mögött meghúzódik, miközben valamennyinek egyben eredő. Milyen? Eredője is. A magyar gazdaságpolitika hitelességének, megbízhatóságának és a magyar gazdasági környezet kiszámíthatóságának az elvesztéséről van szó. A magyar gazdaságpolitika hitelessége már 2002 második felében meggyengült, 2003-ban eltűnt, 2008 közepéig nem is állt helyre. Akkor ezek szerint 2008 közepében helyreállt, ezt mondjuk nem tudtuk. Én ezt megértem, hogy ezt nem akarták lefordítani, mert eléggé furcsa lett volna ezt a mondatot a hitelességről, a kiszámíthatóságról és a bizalomról. Matolcsy György szájából angol nyelven olvasni. A hitelesség, megbízhatóság, hogy a piaci környezet, hogy mennyire menekül és nem bízik benne, én is gyorsan megnéztem, mikor adták ki ezt a könyvet, de 2008. Ezt megértem, hogy ezt nem akarták lefordítani. Ezt nem fordították nekem, meg csak ez van, úgyhogy majd kérek a hírigazgatótól karácsonyra egy másikat. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm.